sok mindent megértettem, amit alapból, amihez alapból úgy álltam, hogy ezt biztos soha nem fogom megérteni, és hogy nem látom át az egészet, és most sem, tehát nem, de olyan kicsit konyha nyelven volt, kicsit úgy érthető volt. Remélem, hogy annyi információt át tudtam adni, illetve olyan információt tudtam átadni, ami maradandó, és utána akár hasznos is lehet a későbbiekben. Talán most már látom, hogy is működik egy gyár, és el tudom képzelni a fejemben. Szia, én Virányi Nóri vagyok, és szeretném, ha beszélnél ma nekem a munkádról, arról, hogy te mit csinálsz az Arconicnál. Szia, én Paulus Ferenc vagyok. Én az Arconic köfém öntödében, mint folyamatmérnök dolgozok, és szeretném neked elmondani, hogy miből és hogyan lesz önthető az alumínium. Kicsit az alapokról, az alumíniumra általában szeretném neked mondani. A fizikai tulajdonságai, a falsúly az 2,7 g per köbcentiméter, olvadáspontja ötvözetlen állapotban 660 fok Celsius, illetve a forráspontja az 2486 fok Celsius. Ez az anyag, ez könnyű, fajlagos tömege 1/3 a vasénak, nagy szilárdsága van, bizonyos ötvözetei egyenértékűek, egyenértékű szilárdságúak a vas szerkezetekkel. Ellenálló, a felületén kialakuló oxid réteg megvédi a korróziótól. Jó vezetőképessége van, a réz után a második legjobb, de ugyanolyan vezetőképességű alumíniumkábel súlya körülbelül fele a réz súlyának. Jó hővezető képessége van, ezért használják hűtő, fűtőelemek, edények, tartályok, hőcserélők napelemnek alapanyagaként, illetve jó fényes sugárzás visszaverő képessége van, antennák, reflektorok, hő és elektromágneses hullámok visszavérésére alkalmas eszközöket is gyártanak belőle. Nem mágnesöződik, még alacsony vastartalmú ötvözetek esetén sem, nem toxikus, jól fertőtleníthető, dekoratív, felülete esztétikusan díszíthető, eloxálható, lakkozható, festhető. Jól alakítható, ami nekünk fontos, öntető, hengerelhető, sajtóható, hegeszthető és forgácsolható is. Illetve számunkra kiemelten fontos ugye az újrahasznosíthatósága, közel 98%-os hatásfokkal újrahasznosítható, és a folyamat energia szükséglete pedig csak 5% az elsődleges előállításának. Ugye az alumínium előállításnál is fontos a gazdasági és az ökológiai lábnyom. Az alumínium kétféleképpen tudjuk előállítani, gazdaságosan, mondjuk így. A bauxit nevű kőzetalkotóból, alumíniumoxid ásványból állítjuk elő a primer módon, illetve alumínium hulladék újrahasznosításával. Ugye a primer előállítás az fontos megjegyezni, hogy 1 tonna alumínium előállításhoz szükség van 4 tonna bauxitra, amivel előállítanak 2 tonna tinföldet, ugye ez az alumíniumoxid. Ehhez szükség van kb. 700 kg grafitra, és 16 megawattóra elektromos energiára. Mindeközben keletkezik 1 tonna vörösiszap, mint tudjuk, hogy annyira nem egészséges. 2 tonna széndioxid kerül a légkörben, és 1 tonna perfluorkarbon. Primer alumínium gyártás célja számunkra a nagy tisztaságú fém elnyerése, vagy előállítása. Folyamat ugye a bauxitbányától, a tinföldgyártáson át az alumínium kohóig tart. Ebből itt most a képekből kihagytam a tinföldgyártás bonyolult és költséges eljárását. Ahogy az imént mondtam, ez nagyon költséges és környezetkárosító eljárás. A mi profilunk a hulladék újra felhasználás ennek. És honnan és milyen módon, hogyan kerül hozzátok ez a hulladék, amit utána újra felhasználtok? Jó kérdés. Az újrahasznosításon, mely főleg a saját üzemeinkből kikerülő hulladékok és belső selejtek. Ezeket úgynevezett technológiai hulladékoknak is lehet nevezni. Ugye a gyártás eleje és a gyártás vége az nem felel meg a minőségi előírásoknak. Ezeket levágjuk, illetve vannak beállítási közdarabok és ezekből adódó hulladékok, amiket újra olvasztunk. Ezen kívül ugye visszavásároljuk a vevőink hulladékait, selejtjeit,
de veszünk a piacról is ismert hulladékokat, ismert minőségűeket, ismert összetételőket, viszont a lakossági hulladékot nem dolgozzuk fel, mert kevert a minősége, illetve ezek főként öntészeti ötvözetek, és ezeknek más az összetételet. Illetve van még két másik fajta, ezek speciális hulladékok. Az első forgács, amit fölül láthatsz, nagy fajlagos felületük van, emóziótól, kenőanyagtól, olajoktól nedves anyagok, ezek nehezen kezelhetők, nehezen olvaszhatók, viszont nagyon nagy mennyiségben vannak jelen nálunk is, illetve a piacon is. Illetve a másik formája, amit itt alul láthatsz, ugye a salak, ez a mi gyártási folyamatunk során keletkezik. Itt ebben minden magában foglal ez a salak, minden anyagnak a maradékát, az oxidját, ami elégett. Ezek ilyen szporózus felülete van, mint a szivacs, ebből fakadóan olyan az alumíniumot, alumínium cseppeket, az olvat alumínium cseppeket magában foglalja, és ezt úgynevezett ilyen nedves salaknak hívjuk mi. Ezeket másfajta kemencében dolgozzuk fel só hozzáadásával. Jó, a folyamatunkban az első állomás a betétösszeállítás. Minden olvasztásra szánt betétanyagnak tudjuk a minőségét, a tömegét és a helyét. Ezeket ilyen címkével azonosítjuk. Különböző programokkal számoljuk a legjobb összetétel és kihozatal érdekében, illetve minden anyag mozgatáskor ilyen kódolvasóval leolvassuk ezeket a kódokat, így a beolvasott adatokat rögzítjük ilyen adatbázisban. És akkor áttérnék magára az olvasztásra. Ha a köfémöntödében jársz, akkor 7 fix kártkemence típusú olvasztókemencével találkozhat. Mindegyik kemencén 4 regeneratív tüzelésű égőegység helyezkedik el, illetve minden berendezésen van egy darab örvényáramos olvadékkeverő egység. Illetve az energiatakarékosság érdekében távirányítású ajtószerkezeteket alakítottunk ki. Az adagolást ezeknek a kemencének ilyen 10 és 16 tonnás adagoló tarloncával végezzük, illetve van egy darab ilyen 20 tonnás kötött pályás adagológépünk. A mi folyamatunk energiaigénye 20,5 kW villamosenergia és 70 köbméter földgáz egy tonnára vetítve. Tehát mindent összevetve lényegében ez a fajta eljárás sokkal környezetbarátabb, mint úgymond a szokásos alumínium előállítás. Hát szokás, igen, a primer alumínium gyártás. A primer alumínium gyártásnak az energiaigénye ennek többszöröse, hogyha kilovattórában nézzük, akkor a sokszoros a 16.000 kilovattóra egy tonna alumínium gyártásához. Ha ezt most forintosítani akarjuk, akkor az energiaigény a mi eljárásunknál körülbelül 5000 forint per tonna, a kohófémnél ez jóval nagyobb, 480.000 forint per tonna előállítás. Azért megjegyezném ide, hogy a kohófém világpiaci ára olyan 720.000 forint per tonnát tesz ki, és ez látszik, hogy a legtöbb ez ebből az energia igény, az energia szükséglet. Egy kicsit a visszatekintést is szeretnék neked bemutatni, hogy a mai kemencénk helyén korábban is alumíniumolvasztó berendezések álltak, azok pakura és olajfűtőanyaggal voltak üzemeltetve, majd az elődeim ilyen rekuperatív tüzelőrendszereket alakítottak ki ezeken a kemencéken az átépítés során. Ma viszont már ilyen modern számítógép által vezérelt energia és környezetbarát égők, gázégőket használunk. Itt a jobb felső sarokban láthatsz róla egy képet, illetve középen fönt, hogy ma már számítógéppel vannak ezek a kemencék tervezve kivitelezés előtt. Ezek olyanok, mintha rakéták lennének, és éppen kilövelnének kicsit ez a kemence egyébként. Igen, igen, tényleg olyanok, és a hanghatás is hasonló. Itt a képen egy nyitott kemencet láthatsz, ahol ellenőrizik a lánképet.
Ezek óriás kapacitású gázégő, kb. 5000 köbméter per óra gázlevegő keveréket tudnak bejuttatni a kemencében, és ahogy mondtam, fontos a lágkép, ezért van olyan kemencénk, amiben ilyen kamerát raktunk, amiben bele lehet kukucskálni akár az olvasási folyamat közben is. Igen, fontos a kemencéknek az adagolása is. Itt például ezen a képen, ezen a rajzon egy ideálisnak mondható betétberakást lehet látni. És ugye haladunk a korral mi is, smart üzemnek lehet mondani, hogy az ipar 4.0 felé közelítünk. Számítógép által irányított üzem ez is. A baloldali képen egy korábbi, ahogy mondtam, rekuperatív égőt, megoldást láthatsz. Ez jelenleg már csak egy berendezésünk üzemel, így egy forgácsolvasztó berendezés. Itt a kiáramló füstgáz előmelegíti a beáramló égéslevegőt, ezzel hőt, energiát takarítunk meg. Viszont ma már ezekkel a regeneratív égő megoldásokkal dolgozunk, amik hőmérséklete váltanak, és van egy hőközlő közegünk, ami felveszi a hőt, amikor megfordul a folyamat, akkor pedig leadja és melegíti az égés levegőt. Mindegyik kemencén több ezer digitális jel van, illetve az öntödében is. Mindegyik kemencénk, mindegyik egységünk sok száz szenzorral és több kijelzővel is van felszerelve. Integrált rendszerek vannak az öntödében, amik kommunikálnak egymással a legjobb hatások elérése érdekében. Például mondanék egy ilyet, hogy a kemence megkapja a fémtömeget az egyik számítógépes rendszerünkből, és ő saját maga kiszámolja a szükséges gázmennyiséget az olvasztáshoz, mennyi lesz neki szükség. És akkor át is térnék magára a folyamatra, maga a folyamat az kezdődik a tisztítással. Itt az előző betét után a maradék fémet, az iszapot, a falazatra rárakott salakot ilyen gépi, gétargoncával kezelt tisztítószerszámmal eltávolítják, kihúzzák. Amikor ez megtörtént, addig utána pedig adagolást végeznek. Raklapos, illetve ládába előkészített hulladékokat fordítanak, vagy illetve adagolnak be ilyen fordítófejes targoncával, illetve a kötött pályás gépünkkel. Majd az ajtó végeztek, az ajtó lecsukása után elindul a tűz, és akkor a kiszámolt ideig melegszik az anyag. Amikor ezzel ennek vége van, akkor a kemence hang és fényjelzéssel adja a kezelője az olvasztást útára, hogy most már ő következik. Mikor a kemence jelez, akkor itt az ideje a salakozásnak. Az olvasztárok edényeket készítenek elő a kemence elé, majd targoncára szerelt csalakozó szerszámmal elvégzik a műveletet. Ezt követi az ötvözés. Ugye itt a számítógépes programok, amit láthattál is, ezekkel kiszámoljuk, hogy milyen ötvözőket kell még belerakni a betétbe. Magnézium, szilícium, króm, titán, stb. Ilyen ládába előkészítve vannak, és ezek vannak ugye beadagolva és elkeverve ezekkel a szerszámokkal. Majd ezután következik a mintavétel, ugye ez a maga az ellenőrzés. Itt ilyen alupigmentált hővédő ruhába beöltözött olvasztár kollega egy hosszú kanálról, több pontról vesz mintát, ezeket beküldi a laborba, és akkor a laborban elemzik az összetételét az anyagnak. Hogyha szükséges még, akkor tovább ötvözik az anyagot, vagy megint ellenőrzik. És amikor teljesen elkészül, megfelelő a hőmérséklete, megfelelő az összetétele, akkor egy ilyen nyitott csapoló csatornán keresztül továbbítják a következő folyamat számára az öntőkemencébe. Nem mennék el a speciális anyagok kezelése mellett. Ugye, ahogy mondtam, nagy mennyiségű forgácsunk van. Ezeket ilyen speciális forgácsolvasztó kemencékben kell megolvasztani. Az a lényeg ezeknek a folyamatoknak, illetve ezeknek a kemencének, hogy minél kevesebb legyen úgymond a leégésünk, minél kevesebb legyen a veszteségünk. Itt a forgácsot először szárítják füstgázzal, majd az olvadékba való bejutást ilyen kényszer
módon segítik elő. Az így megolvasztott anyagot ilyen átcsapoló csatornán juttatják be az olvasztókemencébe. Illetve a lenti képeken láthatod a salak kiolvasztása, megolvasztása alkalmazott berendezésünket, ez egy forgódobos olvasztókemence, gázégővel van felszerelve. Ide még sót adagolunk hozzá, ami segíti kiszorítani a kis porózus szemcsékfelülete közül az alumínium olvadékot. Ezeket utána kicsapoljuk, szállítóüstbe rakjuk, amiket beöntünk a kemencében, vagy ilyen kokillákban megdermesszük. Sajnos a tüzelésnek és az olvasztásnak vannak negatív következményei is. A földgáz és a beadagolt anyagokon maradt szerves vegyületek, illetve némi csomagolási hulladékból ilyen olajszármazékok, emulziós ilyenek kerülnek még be a kemencébe, úgy ezek is elégnek, ezekből füstgáz keletkezik. Ezekre más szigorú előírások vannak. Például tavaly nyár óta úgynevezett dioxinokra és furánokra 0,1 mg per köbméter határérték vonatkozik. Ez nagyon bonyolult és nagyon összetett eljárással lehet mérni, sok számítógép alkalmazásával, számítógépes berendezésekkel. Ugye a célunk, hogy minél hatékonyabb lenni ez a füstgázkezelés, hogy már a kemencéből is kevesebb kerüljön ki. Erre a már látott képeken, rajzokon látott gázgyűrűket is használjuk. Ez egy japán szabadalom alapján készült berendezés, egy égőegység. A keverési eljárással nitrogén oxidot csökkentjük már a kemencetérben, majd ugye a regeneratív égőrendszernek köszönhetően lecsökkentjük a füstgáznak a hőmérsékletét, ugye ezzel is csökkenne a környezeti terhelés, illetve majd ilyen aktív porszűrő berendezéseken keresztül juttatjuk át ezeket a füstgázokat. Ide aktív szenert és kalciumkarbonát, kalciumhidroxid keverékét juttatjuk a füstgázban, majd válasszuk rá ilyen porzsákos szűrő berendezéssel. Sajnos ezek veszélyes hulladéknak minősülnek, és ezeket deponálni kell. És lehet egy olyan kérdésem esetleg, hogy ez az eljárás mennyire elterjedt Magyarországon például? Ugye, ahogy mondtam, tavaly lett egy új határértékünk, előtte már mi is végeztünk kísérleteket, hogy a saját eszközeinkkel, a saját módszereinkkel mennyire tudunk ennek megfelelni, mennyire tudjuk a határértéket betartani. Nagyon közel álltunk hozzá, tényleg egy hajszál választott el minket, de sajnos nem sikerült, ezért talán én úgy tudom, hogy Magyarországon először mi telepítettünk ilyen nagy értékű, ha nem tévedek, ilyen 1,5 milliárd forintos beruházás, 3 darab berendezésnek a telepítése, mi telepítettünk le ilyen berendezést és mi üzemeltetjük. Ezek mondhatni úgy, hogy ezekből a kijövő levegő már szinte hegye levegő minőségű. Úgyhogy bár ennek is van költsége, amit próbálunk a minimum tartani, de ugye a lényeg az, hogy a levegőből ne kerüljön ki káros anyag tartalom. És akkor itt a végén dicsekednék is egy kicsit. Az amerikai központ által belső elvárások és követelményeket állítottak felénk is. Ennek való megfelelésről látszott itt 3 elismerő oklevelet. Ugye ezek ilyen standard és best practice-re vonatkoznak, azaz az elérhető legjobb technikákat sikerült nekünk is teljesíteni, és kaptuk meg ezeket az elismeréseket. Én ennyit szerettem volna mondani. Köszönöm szépen!